szervezőt, kedves vendégek, Kedvel Józsika Zlatóhoz. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű szép napon. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek nevelése az olyan, mint a kert gondozása. Ha kellő talajon növekszik, ha szeretettel és gondoskodással nevelik, akkor szépen fejlődik és jó termést hoz. Valamennyien, akik gyerekeket nevelünk, nagy a felelősség. Nehéz eldönteni, hogy mikor teszünk jót és mikor rosszat. Elfogadjuk-e a gyerekünknek olyan, amilyen, vagy harcba szállunk, hogy olyanná váljon, amilyenre mi szeretnénk formálni? A választ nekünk szülőknek kell megadni. Az eddig gondtalannak tűnő óvodás évek most véget érnek számukra és számotokra is. Új világba lépnek, más helyen, más világban próbálnak szerencsét. De azért álljunk meg egy kicsit és tekintsünk még. Nektek szülőknek talán eszetekbe jut az első nap, amikor még szorongva lépték át az óvoda küszöbét, ti is és a gyerekek is. Akkor is valami új, valami ismeretlen világba kerültek. Sírás, nehéz reggeli elvárás. Óvónénik, dajkanénik sok-sok türelemmel próbálták pótolni az otthon, az anyát. Aztán egyszer csak beértek, és igazi óvodát kapott. Megtanultak együtt, egymás mellett játszani, téket. A kezdeti unalmas feladatok szép lassan, élvezetes, élménynyújtó feladatokká váltak. Kitartásuk nőtt belőle. Egyre több és több terhet bírtak el, ezzel is előkészítve az következő ismeretek talaját. A sok közös élmények az életre megmaradnak bennük. Bár az elmúlt két évben ez egy kicsikét hiányossá vált, de azt gondolom, hogy az itteni élmények azok megmaradnak. Barátságok alakultak, és ezek néha át is alakulnak. Élték a gondtalan mindennapokat, szívták magukba az ismereteket. És most itt állunk a búcsú küszöbén. Búcsút vesznek a csoportszobától, az óvodától, a játékoktól és az óvodai dolgozóktól, akikkel naponta találkoztak, és így együtt alkottunk egy igazi kis családot. Ez így van rendjén, hogy ők elindulnak egy új élményeket tartalmazó csodavilág felé. Kollégáim nevében nagyon köszönjük, hogy bizalmat kaptunk tőletek, hogy szerethessük és nevelhessük gyermekeiteket. Az elkövetkezendő úton azonban bármilyen akadályok is lesznek, mindig álljatok mellettük, és mutassátok a helyes utat, terelgessétek jó irányba. Akkor lesz igazi öröm az eredmény, ha ezt együtt győzitek le, mindent buktatónak. Nekem van búcsúzóul egy kedves kis idézetem, ami egy pillangóról szól. A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, és mindegyik gyönyörű. De a legeslegszebb mindenkinek a saját kicsi pillangója, és ez maradjon is így. Mielőtt a műsorunkat elkezdenénk, biztosan látni fogjátok, hogy eléggé vegyes összetétellel vagyunk, hiszen itt vannak a legkisebbektől a legnagyobbak, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert a betegségekkel megküzdett hétköznapok, a himlő és egyéb betegséggel megküzdöttünk hősiesen, és egy nagyon ügyes kis műsorral fognak elétek állni. Fogadjátok őket nagyon sok szeretettel! Köszönöm!
akik van párja, jó? Zöld a kökény, majd meg kékül, most vagyok szerető nélkül. Válasszunk pünkösdi királyt, az legyen a király, aki a legügyesebb, legerősebb. De előbb válaszoljatok! Mit tettél ma? Sós kenyeret! Mit ittál ma? Hideg vizet! Mit látsz? Cserébe! Mit levetsz? Levélem! Nézd az égre! Nem nézek! Lépj a földre! Nem lépek! Nagyon meleg van, soha sincs jó idő, mindig esik az eső. Esik.
mindenki párja? Igen. Akkor megyünk a tanyára szilvászni, jó? Jó. Szilva, szilva a párom, most jövök a tanyáról, sejtarítva, csak a korítra tettem. Az én házom meghajlott, az én rózsám meghajlott, sejtarítva, csak a korítra tettem. És a lapon fekete párat hullam a benne, sejtarítva, csak a korítra tettem. Gyorsan keressük a botot. Még azt mondják, nem illi a tánc a magyarnak, nem a még én cipelő, főn a drágot varna. De sarkan nyújtsd már a bocsatolos főnek, indigényes bátára, magyar fölkötőnek. Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarra, nem van még egy cipelő, fönn a drágot varnak. De sarkantyús csizmának, kocsatollas főnek, indigényes bátára, magyar fölkötőnek. Húsvét napja van ma, meglocsolják mindazt, aki hagyja. Kivirulnak ilyenkor a lányok, a hajukban csillognak a pántok. Kivirulnak ilyenkor a lányok, a hajukban csillognak a pántok. A legények hegyképen járnak, örülnek a sok piros tojásnak. És hogy el ne hervadjatok, lányok, locsolkodni elmennek hozzátok. És hogy el ne hervadjatok, lányok, locsolkodni elmennek hozzátok. Azért mi sem
csak néhány éve volt csupán, hogy eldöntöttem, ki lesz anyám s apám. Megtaláltak a simogató kezek, tudtam, hogy jó helyre érkezek. Elkezdtek repülni a hónapok, sokat sírtam, hogy tud még baba vagyok. Aztán ez a néhány év is gyorsan telt, most búcsúznék, de nem tudom, hogyan kell. Sejtem én, s szomorúan gondolom, hogy az óvoda többé nem lesz otthonom. Vár rám az iskola táska, az óvodát már elhagyom. Köszönöm, hogy szerettetek nagyon. Vár rám az iskola táska, sok emlékkel.